Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három legfontosabb kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük a képeket, először feltesszük a kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, ez itt felül és alul látható. Itt vannak nála kihívások, valaki vagy valakik támadják őt. Ez a helyzet nem tetszik neki. Ő kimutatja ugyan a bátorságát, de nincs kedve ehhez a kihíváshoz, ezekhez a nézeteltérésekhez. Ő inkább úgy visszahúzódik, erre utal a hold. A hold az lehet az anyukája is, lehet, hogy ott is vannak viták, de ami más kapcsolatokat illet, ő inkább keresi a nyugalmát, ki akarja pihenni magát, nincs kedve ehhez a vitához. Az érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Itt összeomlik valami. De lehet, hogy ez fontos, mert akkor ki tud lépni ebből a helyzetből. Megvan nála a bizalom, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak, és ő bízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Hamarosan lesz itt vidámság, vagy lesznek találkozások, ez lehet egy ünnepség is. És mit tesz irányodba? Az ő lépései itt láthatóak. Ő elmondja azt, hogy voltak itt ezek a kihívások, de ő ezt lezárta, itt győz, e felett a helyzet felett, sőt, itt is látható, hogy mint győztes közeledik hozzád. A kezében megjelenik ez az arany érem, ez utalhat pénzügyi dolgokra, vagy a munkahelyére, hiszen ez összefügg egymással. Közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany érmét, ami lehet egy anyagi segítség, vagy egy ajánlat, ami a munkát, a hivatást illeti, de a szerelmi élet területén gyakran ez a kép utal megbecsülésre, hiszen értékel téged. De vannak elvárásai is, ő azt is szeretné, hogy te is értékeld őt. Ez a felvétel megjelenik június 27-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purva Padra holdházban van, ami Pegazus csillagkép hatása alatt áll. Pegazus, ez a ló, egy ilyen szárnyas ló. Igen, így akartam kifejezni magamat, egy ló, és ennek a lónak szárnyai vannak. És ez jelenti a felszabadulás érzetét. Pegazus az áttette magát a félelmeken, bizonytalanságokon, győzött az anyukája felett. Tehát ez is fontos. Azon kívül ez a holdház jelenti azt, hogy fontos, hogy tisztázzunk valamit, hogy legyenek tervek, gondolatok, amire ki lehet építeni valamit. Ezen a napon, június 27-én van egy hold és Szaturnusz kapcsolat, ami kihat az érzelmekre. A hold jelentheti az anyai témákat is, itt lehetnek korlátozások. Viszont ez a kapcsolat azt is jelentheti, hogy a hold jelenti az álmokat, az elképzeléseket, és Szaturnusz bolygó segít abban ezt megvalósítani. A nap közeledik egy kapcsolathoz,
Jupiter bolygóval, ez lehet egy bírósági ügy, ahol a napokban majd tisztázódnak a dolgok. Vénusz bolygó közeledik egy kapcsolathoz, Mars bolygóhoz, és az egy szép kapcsolat, egy szextil kapcsolat, és az azt jelentheti, hogy mi hölgyek leszünk aktívak, és közeledünk hozzá, ehhez a férfihoz. És most megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Milyen kihívások vannak nála? Ez lehet a családi kapcsolat, ez lehet a munkahely, támadják őt, kritizálják őt, de ő mit fog tenni? Elköszön ettől a helyzettől, visszahúzódik, lesz nála egy más irány. Az is lehet, hogy ez a kép utal sportra, mozgásra, autóra, lehet, hogy ott vannak ilyen félreértések. A hold jelenteti az anyukáját, vagy jelenti az álmokat, az érzelmeit. Itt a kulcs segít abban, hogy meglegyen a magabiztos fellépése. Ezzel a kulcssal le tud zárni valamit, például negatív érzelmeket, mint félelmeket, és egyúttal kinyílik egy új ajtó, és ez jelenti a lehetőségeket, hogy bízik abban, hogy az álmai, az elképzelései megvalósulnak, és ebben segít ez a Hold-Szaturnusz kapcsolat. Ez a vidámság, ez az ünnepség. Itt a kereszt jelenti ezt a döntést, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Itt összeomlik valami, de lesz egy új irány, és ennek nagyon örül. Ez lehet egy ilyen csoport is, vagy egy ünnepség. És most megnézzük a tornyot, ahol összeomlik valami. Ez hamarosan a nyilvánosságra kerül, hogy milyen változások lesznek nála. És a szerencse, a csillagok, vagy egy spirituális terület, ezt is jelentheti ez a kártya. Itt te vagy a középpontban, ha te egy hölgy vagy, és ő úgy érzi, hogy veled kialakul egy szép párkapcsolat, ez szerencsét hoz számára, vagy azt is érzi, hogy megvan nálad ez a spirituális tevékenység, sőt, ezzel felléphetsz a nyilvánosságon. Ő átnyújtja számodra ezt az aranyérmét. Hát ő saját maga mutatja itt ki tulajdonképpen ezt a fellépését, hogy ő értékes, és elvárja azt, hogy értékeld őt. Ami nekem nagyon tetszik itt a kivetésnél, hogy mindketten megjelentek, te is, meg ő is, te az ő érzelmeiben, ő pedig a te gondolataidban, és ez jelenti a párkapcsolatot. Ez egy jó jel, hogy összetartoztok. Milyen kihívások voltak nála? Tulajdonképpen nem is érdekli, hiszen itt is látható, hogy elhagyja ezt a területet, és itt is az utak jelentik azt, hogy nem ezzel foglalkozik, hanem keres egy más irányt, keres egy új utat, és ez hozza számára a győzelmet. Azon kívül útban van hozzád. Itt újra megjelenik a hold, és az, hogy téged látni akar, hogy értékel téged, hogy szüksége van rád, ez tulajdonképpen abból adódik, hogy megvannak az álmai, az elképzelései, mély érzelmek fűznek össze benneteket. És az ő jelenlegi helyzete,
Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, ez lehet például a ti párkapcsolatotok, de a horgony jelenti a munkát, a hivatást is, lehet, hogy ott is lesznek változások, vagy ott volt ez a kihívás. A te jelenlegi helyzeted, itt látható a lilium, itt megvannak a tiszta érzelmek, a tiszta gondolatok, tisztázódnak bizonyos dolgok. A lilium jelenti a szexuális témákat, és lehet, hogy most megvan ez a kisugárzásod. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!